Tisztelettel köszöntök mindenkit. Én 15 éve foglalkozom a századforduló építészetével, és elsősorban a ekkor működő építészekkel, és én is onnan kezdeném, ahonnan az előttem előadást tartó kollégák kezdték, a Városházával és Lechnerrel. Azért, mert az az ember, az a építőmester, akiről szó van, Zaborecki Ferenc, idős Zaborecki Ferenc, aki 1892-től 35-ig Kecskeméten dolgozott, ezzel a Városházával kezdte az itteni működését. Engedjék meg, hogy úgy csináljam az előadást, hogy én beszélek, és közben azok a művek futnak, amiket őhozzá köthetőek, akár úgy, mint kivitelező, akár úgy, mint tervező és kivitelező. Ott kezdem, hogy Zaborecki, amikor az építőmesteri képesítést megszerezte, akkor először egy évet egy ilyen kisiklásként a MÁV-nál kezdte a munkáját, és 1882-ben vették föl a Lechnerék építész irodájába. Először a budapesti MÁV nyugdíjintézetnél volt ő ilyen tervezői művezető, tehát a tervezői irodát képviselő szakember. És ott látták Lechnerék, hogy mennyire hozzáértő, rátermett ember, ezért kinevezték őt az iroda vidéki építész összekötőjének. Ilyen módon az összes olyan, vagy a munkák nagy részének olyan feladatait, amik a vidékhez kötötték az irodát, ezt nagy részt ő csinálta. Ilyen módon rögtön már 1882-től 83-ig a Szegedi Városházán volt, utána a Zombori kaszárnyának az építkezéseinél képviselte az irodát 83-85-ben, majd következett a nagybecskereki Torontál vármegyei megyeháza bővítése 85-86-ban, a karlócai szerb-görög-keleti főgimnázium 89-91-ben, és végül a kecskeméti városháza 92-től 96-ig. Ez utóbbinél annyira elismerték az ő itteni működését, nem csak Lechnerék, hanem a város maga, hogy még az alapkőbe is bevésték a nevét, az ő munkája volt az, amelyik lehetővé tette többek között, hogy a Városháza mindenben a lechneri gondolatokat, szellemiséget megfelelően kifejezze. 82-ben megnősült, és hát a családja vele vándorolt ezekre a vidéki helyszínekre, de 92-re már 3 gyereke volt, és tulajdonképpen iskolába kellett kezdeniük járni, úgyhogy úgy döntött 92-ben, hogy letelepszik Kecskeméten, és nem vándorol tovább. Ugye ezt mondjuk meg is tehette, hiszen tudjuk, hogy a pártos Lechner építész iroda tulajdonképpen a kecskeméti városháza felépítését követően meg is szűnt, tehát az ő állása is megszűnt. De már 92-ben itt a városban olyan környezetet érzett, talált, ami egyrészt ugye a családjának egy biztos iskoláztatási környezetet jelentett, megismerte az itteni szakembereket, városvezetést, olyan kapcsolatot alakított ki, hogy ő 94-ben
építészirodát nyitott, és mint ebben a korban szokás volt, nem csak tervezéssel, hanem kivitelezéssel, illetve nem is annyira kivitelezéssel, mint fővállalkozással foglalkozott. Tehát olyan ember volt, akinek nem voltak kőművesei vagy ácsai, hanem elvállalta a munkát megfelelő árajánlatok alapján, és megszervezte az építést. Ilyen módon ő nagyon jól beilleszkedett, és ennek következtében egymás után jöttek a megbízásai. Először lakóházak, bérpaloták tervezésével, építésével alapozta meg ezt a szakmai tekintélyét. A már itt egyszer elhangzott a katolikus egyház bérpalotájának az építésével, tervezésével, amely közvetlenül a városháza mellett volt, és a stílusával, megjelenésével illeszkedett a városházához, sőt annak mint egy aláhúzta azokat a szép részleteit, és ezzel emelte a fényét magának a városházának. Aztán Koriánszki János lakóházát tervezte, és biztos mindenki ismeri a görögkeleti egyház, üzlet és bérház épületeit. Ez mind 94-ben. Berestvás Pál lakóházát tervezte, illetve egy másik épületét is majd később, 903-ban. Sánta Gábor féle lakóházat tervezett. A lakóépület tervezését és kivitelezését teljes szakmai életútján keresztül folytatta. Ennek folyománya volt a katolikus egyház második bérpalotájának a tervezése és építés, Kovács Sándor földbirtokos háza, saját gazdasági telepe és nyaralója Helvécián, és utána olyan tervezőknek a terveit valósította meg, mint Mende Valér, a Luther palotát, később Bagi László polgármester lakóházát, és még később 1927-ben is, amikor a város ilyen bérház építési programba kezdett, akkor is volt három bérház terve, amik közül csak az egyik valósult meg. Tulajdonképpen ő egy nagyon sokoldalú ember volt. Az egész életútja arról szólt, hogy egy nagyon nagy munkabírású, szorgalmas emberként nem csak magával, az építészettel és a kivitelezéssel foglalkozott, hanem valószínűleg Kada Elek egyénisége is inspirálta őt arra, hogy a város iparosításában is nagy részt vállalt, és ilyen módon tett is azért, hogy a város ipara fejlődjön. Az ő tervei alapján és vezetése mellett épült meg a konzervgyár 900 és 901 között. Ehhez még Tirolban tanulmányúton is részt vett, mert ugye tiroli befektetők építették magát a konzervgyárat. 902-ben vasszerkezetek előállítására életre hívta Kecskeméten a vasszerkezeti műhelyt, 1902-ben és 9-ben, ahol, mint a helyi lapok írják, berlini mérnökök vezetése alatt több mint 100 dolgozó dolgozott. Különben ez a vasszerkezeti műhely, ez az ő tulajdonában volt, és ő végezte itt a munkát, sőt, 1919-ben még géplakatos mesteri vizsgát is tett azért, hogy megfelelően értsen ehhez.
További ipari épületei szinte már fellelhetetlenek, mert sajnos az ipari épületek nagyon avulnak, hiszen egyrészt a technológia, másrészt a gazdasági kilengések, ezek sajnos elég hamar felörlik az ipari épületeket, de el kell mondani, hogy Kecskeméten létesített az alsó állomásnál egy motorkocsi szint, vagy 1905-ben Kecskeméti gazdasági gépgyár és vasöntőde telepét 1906-ban és 7-ben. A gyufagyárat 1907-ben, illetve miután 11-ben leégett, ezért azt az újjáépítést is ő hozzá lehet kötni. De emellett épített villanytelepeket is. Az elsőt pont Kecskeméten 1896-97-ben, majd Vescegen 97-ben, ami most Szerbiához tartozik, Makón épített 98-99-ben, Nagykikindán, szintén Szerbiához tartozik, 1906-ban, és Nagykőrösön 1909-ben. Csak érdekességként mondom el, hogy az érdeklődési köre annyira kiterjedt volt, hogy például a korabeli városok vízellátását biztosítandó víznyerő helyeket, az úgynevezett vízszintes csőkutakat vagy csápos kutak építésébe is benne volt. Ő kivitelezte a saját műveiben készített fémszerkezetekkel Budapest káposztásmegyeri kutat, Kolozsvárot pedig a hidegszamos medrében elhelyezett kutakat. Ezen kívül persze nem csak, ahogy mondtam, a tervezései nem csak lakóházakból álltak, hanem saját tervezésű középületei is gazdagították a városok építészeti megjelenését. Már annak idején, amikor a Lechneréknek dolgozott, Nagybecskereken református templomot, illetve parókiát tervezett és épített. Kecskeméten a Beretvás szálloda átépítését és bővítését ő végezte 1897-ben. Szent Királyon a Szent István katolikus templomot tervezte 1901-ben. Kecskeméten az Osztrák-Magyar Bank épületét 1902-ben, az Állami Gyermekmenhely épületét 1903-ban, 4-ben, a Royal szálló bővítését és átépítését 1904-1906-ban, Kunszent Miklóson a Szent Miklós templomot 1905-ben-6-ban, és Helvécián a Nagy Boldogasszony templomot 1907-1908-ban. Azokat a középületeket, amelyeket ugyan nem ő tervezett, de ő kivitelezett, vagy a fővállalkozásában épültek. Ilyen volt például az Országos Tanítói Árvaház, ahol Baumgarten Sándor és Herceg Zsigmond volt a tervező 1898-ban. A volt gazdasági egyesület és kaszinó palotáját, amit Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervezett 1910-ben, 11-ben. A Luther bérpalotát, aminek Mende Valér volt a tervezője, 1910 és 18 között. Az új kollégium épületét, amelyik szintén Mende Valér tervei voltak, 1911-ben és 13-ban. Sőt, tulajdonképpen a városban az 1911-es földrengést követően az ő ajánlatát fogadta el a város a városháza helyreállítására. Egyrészt azért, mert ugye ő ismerte a városból a legjobban az épületet és az épület szerkezeteit, másrészt, mert felkérték Lechnert, hogy akkor
vegyen részt ebbe az újjáépítésben, és egyben a modernizálásban, és itt újra együtt dolgoztak. Ugyanakkor megrongálódott a zsinagóga tető része is, amit szintén az ottani fémszerkezeteket mind ő építette, és együtt dolgozott a nála 3 évvel fiatalabb Baumhorn Lipóttal, akivel még a Lechner irodában ismerkedett meg, és dolgoztak egy időben. Az építészeti munkássága mellett volt még egy nagyon érdekes, hát hobbinak ugyan nem nevezhető, gazdasági munkája. Mégpedig az, hogy amikor annak idején 1890-es évek közepén megindult Kecskeméten a helvéciai szőlő telepítése, amit egy Svájcból behívott Weber Ede tanár ember, aki az ottani mezőgazdasági iskolának volt a tanára, és ötvös hívta be, külön azért, hogy Magyarországon a szőlő kultúrának egy modern telepítésében segítkezzen. Vele jó kapcsolatba került, és ő is vett Helvécián, illetve Helvécia akkor még így nem volt, hanem a balószögön és koncsokon földeket, és elkezdett ő is szőlőtelepítésbe. És ez a szőlőtelepítés olyan jól ment, hogy 1897-ben vásárolt szőlőket, először 30 hektárt, majd 50 hektárt, Koncsovon 140 hektárt, és itt ő a szőlő telepítést olyan módon oldotta meg, hogy csemege és borszőlőfajtákat telepített, szőlészkedett bortermelőként és bornagykereskedőként működött, valamint 2 szeszfőzde tulajdonosa is volt. De másképpen is bekapcsolódott a gazdasági életbe, hiszen részvényese volt a gőztégragyárnak, a gazdasági gépgyárnak, és számos olyan gazdasági szervezetnek, többek között az előttem elhangzott előadásban megemlített nyomdának is az egyik igazgatósági tagja volt. Tehát egy nagyon-nagyon sokrétű ember tevékenység kötötte őt Kecskeméthez. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, és azt írják a kecskeméti lapok, amikor 1935-ben meghalt, hogy a Kecskemét város az egyik legfontosabb olyan polgárát veszítette el, akinek Kecskemét kiépítésének és nem csak műszaki, hanem művészi kiteljesedésének is az egyik legfontosabb személye volt. És ténylegesen, ha megnézzük akár a városházát, vagy akár a új kollégium épületét, láthatjuk, hogy milyen műves épületek ezek, és milyen nagy szakmai hozzáértés, fegyelem és jó szervezőkészség kellett ahhoz, hogy ezeket az épületeket a tervezők akaratának megfelelően építsék föl, illetve szervezze meg, hogy azok olyan minőségben és olyan módon épüljenek meg, mint amilyeneknek ma látjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Kecskemét városnak nagy adóssága az, hogy a városháza melletti
első katolikus bérházat ilyen állapotban hagyja, amilyen állapotban jelenleg is van, az emeleti részétől, meg a díszeitől megfosztott állapotban, mert az egy valóban egy nagyon gyönyörű épület volt. Illetőleg, hát az, hogy ahogy mondtam, 35-ben halt meg, három év múlva, vagy két év múlva, sőt, egy év múlva, a 90, halálának 90. évfordulója van, vagy lesz, úgyhogy igazán rendezhetne a város egy olyan emlékkiállítást, amihez méltó keret lenne akár a városháza épülete, akár az az épület is, vagy bárhol, de ahol megemlékeznének az ő nagyon sokrétű munkásságáról és kötődéséhez a városhoz. Köszönöm szépen!